Folyamatosan szállítják el a mérgező anyagokat tartalmazó hordókat a fővárosi Illatosúti egykori gyártelepről, amint egy 2800 tonnányi hulladékot 1,1 milliárd forintból a dorogi égetőbe szállítják. A részleteket Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízottal kérdezi István. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 2008-ban kezdődött el a cég felszámolása, ugye? Így van. Tehát gyakorlatilag 7 éve húzódik ennek a hihetetlen mennyiségű veszélyes hulladéknak az elszállítása, és annak idején, ha jól emlékszem, elég komoly összeget kaptak a méregtelenítésére és a mentesítésére ennek a környéknek a felszámoló és cége. Így van, a 2010 előtti időszakban mintegy 1,4 milliárd forintos összeg lett fordítva arra, hogy a veszélyes anyagokat tartalmazó hordók alól cseréljék ki a talajt. Ez a laikus számára is érthető, hogy elég furcsa folyamat, tehát annélkül, hogy elvitték volna a hordókat, a talaj kicserélésére fordították a pénzt, legalábbis kellett volna fordítani. Most jelenleg vizsgálat zajlik abban az ügyben, hogy ebben az időszakban, tehát a 2008 körüli időszakban hova tűnt ez a pénz, mire fordítottak. Tehát jó eséllyel eltűnt ez a pénz. Hát nagy valószínűséggel igen. Azért csak elköltötték, vagy... Addig, amíg az NFH vizsgálata, illetve később a jogi eljárás erre választ nem ad, addig csak találgatunk, de valóban, még egyszer mondom, a hordók ott voltak, és a hordók alól úgy kicserélni a talajt, hogy nem mozdítjuk el a hordókat, tehát egy elég érdekes kísérlet. A vizsgálat eredménye szerintem ezt meg is fogja erősíteni. Azért megtetszettek kérdezni a felszámolótól, hogy drága uram vagy hölgyem, nem tudom, hogy úr vagy hölgy a felszámoló, hogy mi történt ezzel a irdatlan mennyiségű pénzzel? A kérdésnél többet tettünk föl, közel 70 milliós bírságot szabtunk ki, pontosan azért, mert a felszámolónak lett volna a kötelezettsége, joga és kötelezettsége, hogy azt a fajta környezeti kármentesítést végezze el. Ő ugye arra hivatkozik, hogy egyébként nincsen jelentkező vevő, aki elvinni ezt a gyárat, illetőleg az ebből maradt alkatrészeket, illetőleg az ezzel együtt örökségként rámaradó környezetkárosítás megszüntető tevékenységet elvégezze. Mekkora terület ez? Hát gyakorlatilag ez a 9. kerületben, aki ismeri, az az egész Illatosút területét befedi, úgyhogy egy olyan hely, ahol 2800 tonna veszélyes anyagot el lehet tárolni. Ez kétségtelen, tehát 2800 tonna veszélyes anyag van, viszont ez a 9. kerületben éppen méretét tekintve egy hihetetlen értékes terület, tehát azért elképzelhető, hogy azért mégiscsak lennének erre vevők, hogyha ezt megfelelő módon próbálnák tálalni. Nyilván irdatlan mennyiségű pénzbe kerül az, hogy ezt veszélymentesítsék, de ezek szerint most önök fogják, illetve a kormányzat fogja veszélymentesíteni, ahelyett, hogy annak, akinek ez a feladata lett volna, megtette volna korábban. Igen, de ezt a költségek nem az állam, illetve nem az adófizetők fogják állni, hanem ezt ráterheljük majd a felszámolóra, illetőleg a cégnek a tulajdonosára. És miből fogja kifizetni? Hát ez már az ő dolga lesz, de a szennyező elve fizet elv alapján ezt meg kell, hogy tegye mindenképpen. Na de most nem a felszámoló szennyez, hanem a felszámolás alatt álló budapesti vegyi művek volt a szennyező, amit aztán most a felszámoló 7 éven keresztül tolta meg előtt ezt a problémát. Tehát azért ez egy picit bonyolultabb jogi probléma. Pontosan ezt tapasztaltuk, amit ön is mond, és a kérdéséből kiderül, hogy rendkívül bonyolult probléma, ezért nem csinált senki semmit. Most a kormányzat azt látta, hogy ennek a sok elnézést, de adott esetben magyarázkodásnak, sok jogi hercehurcának, illetőleg a kiútkeresésnek véget kell vetni. Ráadásul az adatok, a kollégáim, a környezetvédelmi szakemberek által mutatott adatok, az előzetes labor eredmények azt mutatták, hogy negatív folyamatok indultak el a talajban lévő koncentráció, különböző vegyi anyagok koncentráció. Hát már negatív. Hogy elfáradtak ezek a cuccok, amiben tárolták őket. Természetesen. Nem? Ezért a kormány ezt tapasztalta, én ezt jeleztem a kormány fele, megjegyzem, április 1-je óta tartozik a kormányhivatalhoz ez a terület, és a kormány döntött. A döntés mellé pénzt helyezett el, ami manapság azért elég ritka, és meg is kezdtük azonnal ennek a folyamatnak a végrehajtását. Mit szólnak a dorogiak? Úgy hallottam, hogy egy kicsit fölkapták a fejüket a dorogi lakosok, hogy hát azért miért pont most az Illatosútnak a szemetét, miért nekik kell elviselni? Tittmann polgármester úr, aki a városnak egyébként nem kormánypárti polgármestere, ő maga is megnyugtatta a lakosságot. Egyrészt 24 éve működik ez az üzem, tehát ez az égető. Ugyanilyen típusú üzem van egyébként Bécsben, a Ringen, gyakorlatilag a belvárosban, Amsterdamban, Dresdában is ugyanilyen erőműzemmel, ugyanevel a technikával, gyakorlatilag a kapacitása is, ugye ez 35 ezer tonna per év, megjegyzem, hogy 170 tonnáról beszélünk első körben, amiről szó van. Ez kerül egyébként 1,1 milliárdba, vagy az egész 2800 tonna? Nem, hanem az összes veszélyes anyag, tehát a vegyi művek területén található veszélyes anyag elszállítása. Ugye az egy tizede, ami olyan körülmények között tároltatik, ami nem megfelelő, tehát valóban elfáradt hordó, vagy tető nélküli hordó, vagy folyamatosan szennyező. Ezek a
veszélyesebbek. Így van, ez az a 991 darab hordó, amit na, május 31-ig égen fogunk szállítani erről a területről. Azt mondta a katasztrófavédelem, hogy közvetlen veszélyeztetés nincs a környéken. Akkor most miért kell ilyen hirtelen elszállítani? A katasztrófavédelemnek a szakembereit nem vagyok jogosult felülbírálni, valóban azt jelentette ki a területért felelős illetékes katasztrófavezető, hogy közvetlen katasztrófahelyzet nincsen. Ezért nem lehetett egyébként annak idején hétvégén végeztetni a munkát, hiszen csak abban az esetben lehet de a katasztrófa. Hát bocsánat, hogyha vannak olyan hordók, ön mondta, amiből kénsav folyik ki. Már nincs, elszállítottuk. Már egyébként. Elszállították, de akkor az azért elég közvetlen veszély volt. Így van, ezért... Kénsav nem a játékszerek közé tartozik. Így van, ezért a múlt héten, április 30-án csütörtökön én is magam is ott voltam a területen, illetve egy határozatot hoztunk, amely a környezetvédelmi törvény egyébként 102. alszakaszára hivatkozva azt állapítja meg, hogyha környezetkárosítás veszélye fennáll, akkor azonnali intézkedést foganatosíthat az illetékes hatóság, ez esetben a kormányhivatal környezetvédelmi főosztálya. Ezt nem csak foganatosítottuk, meg is kezdtük, és az elszállítást is megkezdtük. Tehát valóban a hétvégi szállításra például kellett volna a katasztrófavédelem speciális nyilatkozata, ők azt mondták, hogy ez a helyzet nem áll fönn, de mi minden egyéb jogszabályban szereplő, korábban talán kevesebb figyelmet kapott jogszabályi helyre alapozva. Május végére elszállítanak minden veszélyes anyagot? Igen, május 31-ig. És a teljes 2800 tonnát mikor szállítják el? A kormány elé tettem egy határozati javaslatot, aminek az a lényege, hogy ezen anyagok tekintetében kerüljön kiírásra egy közbeszerzés, és az elszállítás ennek függvényében reményem szerint év végéig meg tud történni. Bele fog férni az 1,1 milliárdba közbeszerzés? Bele fog férni. Az elég drága műfaj. Nézd, nem vagyok közbeszerzési szakértő, nekem az a feladatom, hogy ezek az anyagok, amelyek veszélyt jelentenek, ezek megsemmisítésre kerüljenek. Ez meg fog történni. Tarnai Richárd, köszönjük, hogy eljött. Köszönöm szépen, megmutatta a nézőket is, remélem. Remélem, én is köszönöm.